Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket egy újabb Star Stable Online videóban. Én Loret vagyok, és rettentően idegesít ez a póka, hogy nyávog itt a fülembe. Szóval ma szerda van, illetve csütörtök, de szerdai frissítést nézzünk meg. A mai napon ismét egy Working Equitation verseny érkezett a játékba, ami szintén egy állandó verseny lesz. És Misfalban érhető el, úgyhogy ezt fogjuk mindenféleképpen megnézni. Ám de most, hogy megnyitottam a térképet, egy újabb ikon jelent meg, amit ti is láthattok itten. Ezeket amúgy tudjátok itten szabályozni. Ami újdonság az, hogy a szépségszalont is most már lehet látni. Illetve, ha olvastátok a frissítést, akkor a szépségszalonban is két új funkció érhető el a játékban, ami későbbiekben az újított karaktereknél lesz majd nagyon fontos szerep, de minden részletet majd el tudtok olvasni a hírekben. Istenem, le fogom cserélni ezt a pókot. Nem is értem, miért gondoltam, hogy egy pókot fogok vinni a táskámba. Na, már is jobb. Szóval ezt a versenyt fogjuk megnézni, és én már nagyon kezdek elveszni ebben a rengeteg versenyben, ám de hogyha ti is ebben a cipőben járkáltok, akkor itt a térképen ti is tudjátok szabályozni, hogy milyen versenyek is vannak, amiket ti tudtok teljesíteni, ami ezt az ikon jelzi nektek. Úgyhogy, ha esetleg ti ilyen versenyes napot tartotok, hogy fejlesztitek a lovatokat, akkor elég csak ezt a kis ikont bepipálni, és már is láthatjátok, hogy a térképen, illetve a mapon hol látjátok ezeket a versenyeket is, el tudtok menni oda szépen a napi versenyt teljesíteni, és megkapjátok érte a napi XP-t. Ez a Working Equitation is ad nektek 150 XP-t a pacira, úgyhogy ezt meg fogjuk nézni, illetve még mielőtt kilépik az istállóba, és egyelőre most itt hagynám kedves Sweetbird lovalmat, és átköltözök Esihez, mert hogy érkeztek új lábvédők is a játékba, amit meg akarok nézni. Azért is léptem át a Morgan pacira, mert egyelőre csak 4 lóra érhető el ez az új invédő, plusz ráadásul még pataharangot is laktak be a játékba, és nézzük is meg. Ez a pataharang így néz ki, én nem vagyok elájulva tőle, én nem vagyok annyira nagy pataharangos, én nem vagyok, nem szeretem, hogyha van egy lovon pataharang. Elhiszem, hogy védi a patáját, de hát nekem annyira nem jön be. Tehát nem mutat szépen, mint hogyha csak valami szerkesztet, nem is tudom, valami... hát nem, maradjunk annyiban, hogy nem szép inkább. Ha nektek bejön ez a pataharang, akkor tudtok csak egyszerű pataharangot venni, vagy külön invédő, de lehet a kettő együtt is, és ez lehet szörmés, illetve nem szörmés is. 4 lóra érhető el, a Morganra, a Pazofinóra, a Lipicaira, a harmadik generációsra és az Andalúzra. Úgyhogy, ha van ilyen pacitok, akkor tudtok venni ilyen pataharangos invédőt. Hát én nem akarok venni, nekem tényleg nem tetszik. Na, vissza is költözök gyorsan Sweetbird, és akkor nézzük meg ezt az új Working Equitation, mert engem nagyon érdekel, hogy milyen verseny is lesz ez, de ha tippelnem kell, akkor hasonló lesz, mint ami a bárónőnél van, Silverglade birtokon, de azért érdekelne mégiscsak, hogy ebben milyen új csavart, újdonságot rakhattak bele. Na, itt is lennék az úgynevezett hajógerincnél, és már vár is rám Louis, hogy meséljen nekünk. Ó, egy húsvér ember, szia, Louis vagyok. Na, mesélj nekem, hogy vagy. Annyira örülök, hogy beugrottál, olyan, mintha már 1000 éve itt lennék, anélkül, hogy bárkit is láttam volna erre. Mármint a járőrbarátaim beugranak gyakorolni, de igazából nem túl hasznos már, amit a célt illeti. Célt? Ezt hogy érted? Hát ezt hogy érted? Mi erőrök mindent megteszünk itt Misfalban, hogy megvédjük a környezetet, de ami azt illeti, nem vagyunk túl jók új ismeretségek kialakításában. Nagyon ritkán járnak erre új lovasok, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy gyakorlópályát állítunk föl itt a kifutóban a nyilvánosság számára. Engem jelöltek ki, hogy a gyakorlópályák házigazdája legyek, de csak a járőrök szoktak erre jönni. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy te most itt vagy. Ó, ez azért jól esik. Egy kívülálló. Erre? Mifelé? Mármint a legjobb fajta kívülálló vagy, természetesen hehe. Mondta, hogy szeretnél csatlakozni az edzéseinkhez, légy színe, hagyj itt egyedül. Úristen, ezt a könyörgést én nem hagyhatom itt úgy, hogy... De csak ha jó kis XP-t adsz nekünk, csak akkor. Misfal a legbékésebb hely Ordikor, és talán még több ember rá fog erre jönni, amikor lehetőségünk nyílik arra, hogy eljöjjenek ide, és a többi időt töltsenek itt. Hű, azt ez most tényleg megtörtént.
egy nem járőr fog végig lovagolni a versenyemen. Ez a mi alapfokú Working Equitation pályánk. Iszonyatosan fontos, hogy egy járőr szoros kapcsolatban legyen a lovaival, úgyhogy itt az arénában gyakorolunk, hogy mindenre felkészítsünk a lovaikat. Ez mondjuk egy elég jókos gondolat, hogy ilyet kitaláltak. Készen állsz? No, na, lássunk hozzá! Nagyon érdekelne, hogy hogyan is megy ez a verseny, de hogyha ekte Ctrl-C, Ctrl-V lesz a Silvergrade birtoki Working Equitationnál, akkor nem leszek túl boldog tőle. Tetszik amúgy ez a rudakkal kirakott pálya. Jajajajaj, várjatok, másik irány, másik irány. Persze, menj neki a falnak, miért ne? Jaj. Itt nem a gyorsaságról szól, hanem az ügyességről, a kanyarokról. Ugye a Working Equitation az, hát igen. Hát itt nem az a lényeg, hogy gyorsabban vidd végig a pályát, hanem hogy szépen váltakozzál a gyorsasági szinten, illetve a kanyarokban is jól teljesíts. Hát ezt mondjuk nem volt egy nagy vasszizdasz, de voltak azért néhány akadályok, amik itt kifogtak a lovamon, illetve rajtam is. Akár egy igazi edzett járőr, mármint úgy értem, hogy olyan jó vagy, mint egy járőr, de örülök, hogy nem vagy járőr, mert azt hiszem most abba hagyom a hobokást. Jó, és igazából ez az egyetlen egy verseny van, amit újra tudnék csinálni. 150 low XP üti a markotokat, úgyhogy nem egy hű de nehéz Working Equitation, csak tényleg nem az a lényeg, hogy itt minél gyorsabban vidd végig, hanem minél ügyesebben csináld meg. És még mielőtt lezárnám a videót, szeretném nektek kérdezni, hogy aki Lifetime Star Rider, annak a bónusz üzletben elérhető egy újabb felszerelés, amit ingyen tudtok kapni, úgyhogy ezt mindenféleképpen váltsátok ki. Ó, köszönöm, hogy itten keresztül baktattál rajtam. Úgyhogy én nem fogjuk folytani, jövő héten ismét érkezek egy újabb videóval, mert újabb lovak fognak érkezni a játékba, színvariációban persze, ami már engem nagyon izgatja a fantáziámat. Úgyhogy jövő héten találkozunk újra, addig is legyetek jók és sziasztok!